Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai víkendben iskolába megyünk, bringázunk, motorozunk, fotózunk. Mindenképpen érdemes lesz tehát velünk tartani, nagyon sok témával készültünk. Rögtön kezdjük is egy hagyományos programajánlóval, a Kulcs Szó Színház és Kisvárda. Vendégünk pedig Nyakó Béla, aki a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házának direktora. Jó estét, szia Béla! Szervusz! Nagy örömmel üdvözöllek, és szerintem te legalább ilyen örömmel üdvözlöd azokat a nézőket, akik végre most már látogathatják a színházak előadásait. Most pedig június 18 és 26-a között azt gondolom, hogy sokan lesznek, hiszen 33. alkalommal rendezitek meg a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját. Mesélj egy picit magáról a felkészülésről, egy kicsit egy nyúlfarknyit arról az időszakról, amikor nélkülözni kellett a közönséget, hogyan vészelték át a régiótokban? Így van, nagyon nehezen vészeltük át, és nagyon örülünk, hogy végre megvan a nyitás, és most már biztos, hogy megtartjuk a 33. fesztiválunkat. Az a probléma, hogy nagyon nehezen tudtuk az előadásokat megnézni, talán a 10%-át, ha élőben láttuk, de a technika segítségével DVD-ről sikerült összeválogatni a produkciókat. Egy pici változás van az elmúlt évekhez képest, mert nem csak olyan produkciókat lehet látni most ebben az évben, ami az évad előadása, mert nekünk az volt az elvünk eddig mindig, hogy az évad előadásaiból válogattunk, és Kisvárdán csak új produkciókat láthatott a kedves közönség, illetve az ide látogató kritikusok. Ebben az évben néhány alkalommal eltekintettünk ettől, mert a színházaknak az volt a kérése, hogy legyen olyan előadás, ami a tavalyi évről maradt, illetve ebben az évben még nem tudtak olyan sok előadást bemutatni, illetve próbálni, amennyit szerettek volna. Úgyhogy most egy kicsit hiányérzetem van, mert nem láttam minden előadást, mint az elmúlt években, de így is nagyon-nagyon várjuk az előadásokat, és nagyon-nagyon várjuk a közönséget. Én azért úgy gondolom, hogy így akár egy DVD-ről is megítélt, tétek, hogy végül is profi és jó minőségű előadások kerülnek most is terítékre, meg talán legalább most egy picit tényleg számodra is igazi premierek lesznek, és vagy van ilyenkor egy fesztivál igazgatónak ideje arra, hogy valóban az első pillanattól az utolsóig végig élvezzen egy előadást? Hát ilyenkor nem szokott lenni, de most úgy gondolom több előadást meg fogok nézni. Az elmúlt évben általában azokat az előadásokat néztem meg a hazai környezetben, amelyeket át kellett alakítani, vagy a helyszínekre kellett adaptálni, mert ott mindig viták voltak a rendezőkkel, a színházigazgatókkal, mert ők maximalizmusra törekszenek, és azt szerették volna, hogy mindig a legjobb produkciót tudják színpadra vinni, és hát a mi helyszíneink nem mindig olyanok, mint az anyahelyszínen, és így ezeket a produkciókat jobban nézegettem, de azt gondolom ebben az évben többet meg fogok nézni, és én is nagyon várom már az előadásokat. Több helyszínen játsszák majd a darabokat, erről mesélj egy picit, három helyszín, ugye? És 15 versenyelőadás, de azért lesznek a versenyelőadáson kívül is előadások. Így van, három helyszínünk van. A hagyományos környezetben lévő várunkat, ami a 14. században épült, az még mindig felújítás alatt van. A jövő évre várjuk az átadását, és ahelyett harmadik éve már a Bagoly várban mutatjuk be ezeket a szabadtéri produkciókat, az úgynevezett zenés, szórakoztató jellegű előadásokat, és ebben az évben még populárisabb előadásokra törekedtünk, mert még jobban szeretnénk visszacsalogatni a közönséget. Elmondanál egy pár címet? Persze, természetesen. A teljesség igénye nélkül 18-án a Sziszi produkcióval kezdünk, a Magyar Királynőről láthatnak előadást a kedves nézők, aztán lesz egy Bocs, félrement című bohózat, lesz a Rövid zárlat, amit a Veresey Színház mutat ben, lesz a Játékszínnek a Legény búcsúja, aztán láthatnak egy új bemutatót, a Zenta című rockoperát, ami egy Határon túl és Magyarországi Színháznak egy közös produkciója. Lehet látni majd a Szabadkai Színháznak az Y ellágazás című előadását, Hárman párban című előadás, amit Nagy Sándor és pályatársainak egy ilyen zenés szórakoztató előadása, és zárásként pedig a Sándor Mátyás című előadást láthatja a kedves közönség. Ugye hát tulajdonképpen az egész fesztiválnak a jelmondata lehetne az, hogy a magyarság tudatot erősítse, és talán
most ismét olyan időket élünk, amikor nagyon fontos az, hogy az ember jól érezze magát a hazájában, vagy tartozzon valahová. Úgyhogy az a reménység szerintem, hogy sokan az előadások közben is egy kicsit fel tudnak oldódni, el tudják felejteni a bújjukat, bajukat. Bár lehet, hogy a zsűri nem éppen így lesz ezzel, mert neki azért komoly feladata lesz. Ilyenkor mi a tét? A zsűrinek általában az a dolga, hogy eldöntse azt a három produkciót, amelyik az első három helyen végez a versenyben, illetve a legjobb rendezést, a legjobb női főszerepet, mellékszerepet, illetve a férfi főszerepet és mellékszereplő díjakat szokott kiadni, illetve hogyha lát még valamilyen olyan kiemelkedő produkciót vagy egyéni teljesítményt, akkor általában ezt is szokták díjazni. Egyébként szabad kezet szoktunk adni a zsűrinek, el szoktuk mondani, hogy mik a főbb szempontunk, de nincsenek ezek kőbevésve, és ők döntenek a repertoár alapján, hogy mi az, amit szeretnének díjazni. Volt, hogyha zeneszerzőt díjaztak, volt, hogyha koreográfiát díjaztak, attól függően, hogy látják. Hát illetve az is sokat számít, hogy mi a zsűri összetétele. Ebben az évben Eszenyi Enikőt láthatjuk a zsűribe, Vencel Valentint, aki a Szabadkai Színház igazgató rendezője és színésze is tulajdonképpen, Árkosi Árpád rendezőt láthatjuk, Szabó Attilát, a Petőfi Irodalmi Múzeum és Oszminak az igazgató helyettesét, valamint Varga Klára színművész, fiatal színészt, aki színésznőt, aki a zsűri tulajdonképpen alkotja őköten. Úgy emlékszem, hogy tavaly azért beszéltünk arról is, hogy a vírushelyzet miatt nem is minden társulat tudott volna jönni, illetve hát azért ez mégiscsak egy akadályként jelentkezett. Ebben az évben esetleg ez problémát okozott a válogatásnál? Annyiban okozott problémát, hogy akkor kezdődtek meg a határon túli színházaknál az oltások, és nagy részt befejeződtek. Most már nagyon kevesen vannak, akik nincsenek beoltva, vagy oltástagig nem kapták meg a színházaknál, de ott az volt a kritérium, hogy a PCR-teszttel kell jönniük, és akkor ezt tulajdonképpen fedezzük a költségekből. Ez nem olyan sok színházonként 2-3 fő, úgyhogy ez megoldható, ez nem olyan nagy probléma, mint az elmúlt évben volt. Értem. Nos, elkeltek-e már a jegyek, vagy van még esélyünk beülni valamelyik előadásra? Van még minden előadásra, van jegy. A zsinagógában lévő előadásokról korlátozott számban, mert ott tulajdonképpen csak 150 néző tudja megnézni az előadásokat, ott talán már kevesebb, de a többi előadásra még vannak jegyek. Akkor akár a honlapon, vagy esetleg valaki személyesen is elmehet, ugye Kisvárdára is megvásárolhatja. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, és hát nagyon izgatottan várjuk, hogy ki lesz a 33. fesztivál győztes csapata, vagy győztes színi társulata. Erről majd beszámolunk itt a Kölcsei Televízióban. Mi is nagyon várjuk, köszönöm szépen. Kedves nézők, a színházi programkavalkád után egy vajai táborba látogatunk el. A Vai Ádám Kastélymúzeum ad otthont az immár hagyományos Honvéd művésztelepnek. Hatodik alkalommal nyitották meg kedden Vaján a Honvéd művésztelepet. A különleges alkotótáborban a Magyar Honvédség tagjai 10 napot a művészetnek és az alkotás örömének szentelnek. A művésztelep résztvevői Tamus István grafikus művész tanár irányítása mellett fejlődhetnek. Ez már több évtizede folyó folyamat, hiszen Balaton Kenesén, Balaton Akaratján, illetve Mátraházán már évtizedek óta működik a művésztelep, és 6 éve létrejött itt Vaján. A Honvédség találkozott igazgatóval, hogy tudna fogadni egy ilyen társaságot, hiszen a vajai várhoz kapcsolódik egy művésztelepi sorozat, remélem nem fog megróni ezért, de ez nem csak katonák, hanem sokféle külföldi és hazai művészek járnak ide a környékre, hiszen ez egy nagyon ideális. Tehát itt nézzünk egy régi fát, akkor mellé tesszük a Vaj Ádámnak a portréját, akkor már mindjárt egyfajta történelmi környezetben is benne vagyunk, és ezt próbáljuk velük itt szervezni, hogy fejezzék önmagukat, hogy a Honvédségnek van egy olyan fajta törekvése is, hogy a katonáik próbáljanak emlékezni. Ugye a Magyar Honvédség megalakulása 2 évvel előtt, aztán az Zrínyi forduló, úgyhogy mindig van valami. Most például Klapka György 200 éve, de most erről nem lesz szó, most Petőfiről van szó, a szabadság szerelem, tehát ez egy kicsit a pandémia, meg Petőfi, mert nincs különösen évfordulója.
illetve van, de nem ez a megszokott, 172. és erre az alkalomra is készülnek munkák Petivel kapcsolatban. És ez nagy öröm a honvédség számára, hogy a katonáink, katonák dolgoznak, művészeti tevékenységet folytatnak, és évente egyszer be is mutatkoznak Budapesten a két művésztelep, a Stefánia palotában, ahol egy közös kiállítás, műsor, kitüntetnek katonákat, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon reprezentatív része a honvédségnek. Ez a portré már az idei tábor tematikájába illeszkedik, Petőfi gondolatai a szabadság és szerelem a kiválasztott téma. Molnár Csaba már 6. alkalommal vesz részt az alkotótáborban, orvosként hisz abban, hogy az alkotás nem csak öröm, hanem testi-lelki megpihenés is. Először is köszönöm szépen a Magyar Honvédségnek, hogy ilyen táborokat, alkotótáborokat szervez, és hogy én is kaptam erre meghívást. A párom, aki a honvédségnél dolgozik, mint civil alkalmazott, és így szereztünk erről tudomást, illetve hát én az elmúlt 30 évben is hóbortos főorvosként voltam számon tartva, mert a gyógyítás mellett diagnosztikus szakorvos vagyok, és emellett a természetgyógyászat bizonyos területei, ami indokolható természettudományos alapokon, például gyógynövény terápiák, jobbagyféltek és rajz oktatása pácienseknek. Ez mindig benne volt a repertoáromban. Meggyőződésem, hogy képzőművészettel, rajzzal, zenével, tánccal gyógyulni is lehet, és ezt nagyon sokan ajánlják kollégák, viszont nagyon kevesen tudnak ehhez gyakorlati útmutatást adni, hogy az a páciens, hogy gyógyuljon, éppen hogy rajzoljon, miként rajzoljon, mire koncentráljon, és azt hiszem, hogy itt ezek között, a falak között még az a úgynevezett kultikus rezgés is megvan, tehát a történelem, amit hát itt azért sokkal jobb az alkotás szempontjában, mint egy 10 emeletes panelházban festegetni vagy rajzolgatni. Az impozáns kastély nem csak a Honvéd művésztelepnek ad otthont, az idei nyár ígéretes programokat kínál a Vajára látogatóknak. Bízom abban, hogy az idén is legalább annyi látogatónk lesz a nyár folyamán, mint a 2020-ban, ugyanis ha hasonlítom a 2020 időszakát a 2019-es hasonló időszakhoz, tehát júniustól augusztus végéig, akkor közel 50%-kal több vendégünk volt 2020-ban. Tehát érződött a belföldi turizmus erősödése. Milyen programokra lehet majd eljönni, hogy valaki, aki szeretne kiállításra jönni, vagy esetleg múzeumi túrára, az kedvet kapjon most? Ugye a Honvéd művésztelep záró kiállítása az jövő héten csütörtökön 12 órakor lesz, és nem sokkal később a múzeumok éjszakára készülünk, amely június 26-án, ez 17 órától. A pontos programot honlapunkon tudják majd megnézni az érdeklődők. Ezt követően egy óriási rendezvénynek ad helyt a Vai kastély, a Nagy Csaba által szervezett tárogatós világtalálkozónak. Ez július 7-től 11-ig tart itt Vaján. Ezt követően egy válogatott csapat, 16-20 tárogatós egy körútra indul, egészen a Balatonig elmennek, közben 10-12 koncertet adnak. Közben egy gyönyörű kertben vagyunk, nem lehet amellett elmenni, hogy családoknak akár kikapcsolódás is lehet hétvégenként ide látogatni. Esetleg igénybe szokták venni a kertet, hogy kicsit kikapcsolódjanak az emberek? Természetesen igen, de nem csak a családok élnek ezzel a szép kert adta lehetőséggel, hanem az osztályok is. Megindultak az iskolák is, számos Erzsébet tábor jelentkezett már be. Mi igyekszünk olyan programokat összeállítani, amely vonzóvá teszi intézményünket. Tehát nem csak megnézik a múzeumot, hanem különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokat, számháborúkat is szervezünk részükre. A Honvéd művésztelepen elkészült műhelymunkákból kiállítás nyílik jövő héten csütörtökön a Vai Ádám Múzeumban, amely egyben a tábor záró rendezvénye is lesz. A Kultúra napján Budapesten a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban is bemutatásra kerülnek a most elkészült alkotások. Igényes környezetben vásárolhatják meg a színház szeretők a belépőjegyeiket. Megnyílt a Móri Zsigmond Színház új intézménye, a Színbád, ahol nem csak jegyeket, hanem finom ételeket és italokat is vásárolhatnak a nézők. Jelenleg üres tereket látunk, de ennek csak a hétfői zárvatartás az oka az étterem részben.
Hétvégén szinte teltházzal nyitott a Szindbád kortárs bisztró és kávézó. Ezt megelőzően a színház jegyirodája már elfoglalta helyét az épületben. A közönség gyorsan megszokta az új, könnyebben megközelíthető helyet. Május 10-én elindult a Szindbádban a színház jegyértékesítése. Most már azóta eltelt néhány hét. Szokják az emberek, hogy indult az úgymond próbaüzem? Igen, mondhatom, hogy nagyon gyorsan sikerült a közönségünknek az átszokás. Több okból is nagyon vártuk, hogy ez a költözés megtörténjen. Az egyik legfontosabb, hogy a színház közelébe került a jegyiroda. Kapcsolattartás szempontjából is ez fontosabb volt nekünk, illetve talán a nézőinknek sokkal könnyebb a parkolás, tehát hogy egyet szerettek volna venni az Országzászló téren, ott nagyon sokan küzdködtek azzal, hogy nem tudnak leparkolni, itt ez megoldott. Akkor vannak már visszajelzések is, gondolom. Tudtok már erről valamit mondani? Nagyon tetszik mindenkinek az új hely, és természetesen az egész épületre rácsodálkoznak, nem csak a jegyirodára. Több funkciót is szántok, vagy szánnak az épületnek. A hétvégén az egyik következő funkciót is igénybe vehette már a közönség, az pedig ugye az étterem, illetve kávézó, de ez sem egy akármilyen étterem és kávézó, ahogy látom. Mit tudhatunk erről a megnyitóról, illetve akár a helyről? Annyit kell tudni az étteremről, hogy a benti részen körülbelül 100 ember tud leülni, a belső teraszon körülbelül 70, és olyan 50-52 pedig a külső teraszon, a Bezsenyei tér felé eső teraszon. Tehát azt gondolom, hogy nagyon bőséges hely van mindenkinek, aki ide szeretne jönni. A konyhájukról pedig azt kell tudni, hogy leginkább újra gondolt magyaros ételek szerepelnek a kínálatban. Nekem volt szerencsém jó néhányat megkóstolni, és mondhatom, hogy szuper különleges és finom ételek voltak. Nyilván az üzemeltetővel gondolom közösen találtatok ki azért itt dolgokat. Mi a hely üzenete, ki a célközönség? Azért láthatjuk a belső tereken is, hogy nagyon szép, impozáns a hely. Mi az üzenete vagy a szellemisége a helynek? Hát a épületnek a neve is Színbád, tehát természetesen szerettük volna a nyíregyházi gyökereket Krúdy Gyulán keresztül megtartani, illetve a színházi vonal a színház szomszédságából adódott. Mindenképpen én azt gondolom egyik fő funkciónak, hogy a színházi előadások után vagy előtt nagyon sokan igénybe fogják venni egy vacsorára, vagy akár egy fröccsre, egy italra beülnek utána. Tehát elsősorban a elegánsabb környezetet tudom elképzelni, de természetesen fiatalokat is vár az étterem. Viszont a kávézó bisztró ott kimondottan street food jellegű ételekkel és a fiatalabb közönségünknek ad majd helyet az a rész, a földszinten is és az emeleten is kialakított helységekből. Szeretnénk több alkalommal is a teraszon lévő pódium színpadot akár színházi előadással, akár zenés esttel megtölteni, és ezt közösen kell kigondoljuk, mert terveink szerint némely előadás közben ételfogyasztásra is lesz lehetőség, de italfogyasztásra mindegyiknél. Krúdyról köztudott volt, hogy szerette a gasztronómiát, és a családi recepteket előszeretettel meg is osztotta. Erre a gasztrokulturális hagyatékra alapozva, vegyítve a helyi alapanyagokkal indult el a kortárs magyar bisztró. A Szindbád tehát új színfoltja a nyíregyházi kulturális negyednek és a gasztronómiának is. Mindemellett a Rózsakert szabadtéri színpad programjai is várják a kultúrára vágyó közönséget a nyáron. Az előzetes információkkal ellentétben, amik arról szóltak, hogy lesznek kifejezetten olyan előadások, amelyek a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők számára látogathatóak, végül a színház egy közleményben jelezte, ez a jelenlegi jogszabályi környezetben mégsem megvalósítható. Így továbbra is azon nézők tudnak részt venni a programokon, akik rendelkeznek védettséget igazoló okirattal. A nyíregyházi motorosok ismét jótékonykodtak, ezúttal egy roma kisfiúnak gyűjtöttek váladék szívógépre. Vendégeink pedig Makula Réka, a 21. századi roma nők egyesületének vezetője. Szia Réka! És Malakuci Robi, pedig ugye te ennek az alapítványnak egy szelíd motorosa vagy, mondhatjuk ezt, mert
mert hát a zord külső mögött, amikor a motorosok fölveszik ezt a bőrszerkót, nagyon sokszor érző szív dobog. Mindig töritek valamin a fejeteket. Gyakorlatilag hogy működik ez a fajta segítségadás, vagy mióta éltek ebben a szellemiségben? Szia, üdvözlöm a nézőket. Hát úgy több mint 10 éve próbálunk így, elintem még csak a motoros Mikulásként ismertek meg minket. Aztán utóbbi 2-3 évben, és hát még a kórházban gyűjtöttünk a gyerekeknek Mikuláskor. Az utóbbi 2-3 évben mentünk át, hogy állatsegítőken. Tehát próbáltok kisállatokon is, igen. Beteg gyerekeknek próbálunk gyűjteni, illetve hátrányos helyzetű családoknak éppen élelmiszeradományokat gyűjtünk. Úgy gondolom, ágyról, hogy elég hogy is mondjam, széles a spektrum, hogy min és kin lehet segíteni. Hogyan találkoztatok például Rékáékkal, vagy hogy jött ez a kapcsolat? Józsefvárosi civil szervezetek kerestek meg minket, és így lett a kapcsolat. Nos, hát reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző együttműködés lesz, és nem csak most, hanem a későbbiekben is tudnak majd Robiék segíteni. Most egy kisfiú kapott tulajdonképpen egy váladék szívó gépet, vagy nem is tudom, tehát neki egy olyan betegsége van, ami miatt úgy gondolom, hogy naponta szükség van erre a berendezésre. Igen, én is köszöntöm a kedves nézőket. Érdekes, hogy eddig nem találkoztunk még a motorosokkal, de hogy ez a helyzet, ez összehozott bennünket. Ami talán érdekes, hogy én Pestről kaptam az adománytaxitól egy telefont, hogy van egy család, és igazából nem is a váladék szívon volt itt a hangsúly, hanem mivel kismama, ezért szüksége lett volna babaágyra, és hogy ők szívesen felajánlanak, csak a szállítást próbáljuk meg megoldani, és akkor, tehát így jöttünk mi kapcsolatba a családdal, és mikor lementünk felmérni a helyzetet, akkor érdekesen azt tapasztaltuk, hogy tehát kiszaladt a kisfiú, és ugye a gégecső, és akkor elkezdtünk érdeklődni, hogy hát mi történt a gyerekkel, és elmondta az édesanyja, hogy hát születésétől fogva visel ezt a gégecsőt, mert hogy szüksége van rá, de hogy már nagyon rossz ez a gép. Tehát már szinte-szinte alig működik, és akkor mivel én még nem láttam ilyen gépet, én megkértem a nagymamát, hogy hozza már, kimutassa meg. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezt a kisfiú, ahogy meglátta, hogy ezt a gége szívót, vagy váladék szívót kihozza a mama, elkezdett sírni, mert hogy azt hitte, hogy el akarjuk vinni tőle. És azt láttuk, hogy valóban, tehát most nagyon nagy segítségre van szükség a kisfiúnak, tehát kell egy tényleg működő gép, mert azt minden nap le kell szívni. És akkor úgy kerestem meg a Józsefvárosban működő civil szervezeteket, és tőlük kértem először segítséget, és úgy jutottunk el a motorosokhoz. Nos, és ez már meg is történt, ugye? Tehát megvan az adomány, megkapta a család, és reméljük, hogy a kisfiú egészségi állapota egyre jobb lesz, és adja az Isten, hogy egyszer ne legyen már szüksége erre a berendezésre, de gondolom, hogy sok helyen van még szükség segítségre. Kifejezetten ezzel a céllal jött létre egyébként az alapítványotok, hogy segítsetek, vagy azért a 21. századi roma nők azok ugyanúgy élik az életüket, kreatívak, munkában állnak, és egymásnak is tudtok segíteni mondjuk. Az egyesületünk, ami idén 5. éves, nem ezzel a céllal jött létre. Igazából érdekérvényesítéssel foglalkozunk, közösségszervezés és a közösségfejlesztés módszereivel dolgozunk. Az utóbbi 2 évben kimondottan a koragyermekkori fejlesztéssel foglalkozunk Józsefváros területén. Tehát igazából ahova ezt a gépet vittünk, az ki is esik a mi területünkből, de hogy úgy gondoltunk, hogy segítségre van szükség a családnak, és volt már rá példa, hogy nem csak Nyíregyházán kellett segíteni, hanem a megye másik településén, akkor mentünk és segítettünk. Ez főként a Covid ideje alatt volt nagyon fontos, meg éles ez a helyzet.
Robi, ahogy mondtad, segítettetek kórházban bentartózkodó beteg gyermekeknek az adományaitokkal, vagy állattulajdonosoknak, most ennek a kisfiúnak. Arról mondj egy pár szót, hogy végülis hogyan történik ez a dolog. A motorosok adják össze ezt az összeget, a motorosok családjai, vagy olyanok vagytok, mint egy ilyen, nem tudom, 120 lóerős proféta, aki megy és terjeszti az igét és gyűjtöget. Hát inkább ez az utóbbi, de nagyon sok motoros mellénkkel, de sok civil ember is. Most mi lesz a következő hasonló tervetek? Van-e hát valami? Most van egy kislány, egy leukémiás kislány, és neki szeretnék majd gyűjteni. És ilyenkor megvan az, hogy egy összeget gyűjtöttök, vagy valamilyen tárgyat? Tárgyak azt már megkapták, amire szükség lett volna. Most elsősorban anyagi segítség lenne majd nekik szükség. Nos, hát akkor az Egyesület vagy az Alapítványt gondolom, hogy tudják a nézők is támogatni, vagy keresni. Esetleg közösségi oldalon keressenek titeket? Vagy... Facebookon, igen. Nos, hát reméljük, hogy a nézők szíve is megdobban ilyen szép gesztusok láttán, úgyhogy Réka, nektek kívánunk további jó munkát, nektek pedig balesetmentes, ilyen sikeres akciókat. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, a Weekend második részében vendégünk lesz Puskás Peti, és Bringa Piknikre is invitáljuk majd önöket, azonnal folytatjuk. Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, aminek vágjunk is bele egyenesen a közepébe, mert rengeteg mindenről tudunk beszélgetni következő vendégünkkel, Puskás Petivel. Szia, köszöntök mindenkit. Jó estét. Jó estét, igen. Hát Peti, ahogy itt olvasgattam az életedről, hát egyrészt döbbenetes, hogy azért már eltelt 16 év, igen. Amikor téged ugye felfedeztek, és bár nem látszik rajtad, de most már lassan tényleg érett férfi korba lépsz. Köszönöm. Ezek a géneknek meg szerintem annak is köszönhetőek, hogy az ember azt csinálja, amit nagyon szeret, és te most rengeteg mindent csinálsz. Hogy bírod? Köszönöm szépen, jól esik egyébként. Igen, én is azt hiszem, hogy megfiatalodtam az elmúlt években, bár a 20-as éveimben mindent megtettem azért, hogy minél gyorsabban megöregedjem az arcom, de aztán végül sikerül kijönnöm belőle. Na, rengeteg dolgot csinálok, amit szeretek, és ez a nagy változás az életemben, hogy képes vagyok, és ez csúnyán hangzik, de nemet mondani dolgokra, mert eddig mindig úgy voltam, hogy jó, még ezt is elvállalom, azt is elvállalom, ezt is elvállalom, és azt tapasztaltam meg, vagy most már így visszatekintve, hogy sokszor elvettem az időt azoktól a dolgoktól, amiket igazán szeretek, amiket igazán bele tudok helyezkedni, és azokkal vagyok, akikkel nagyon szeretek együtt lenni. De nyilván szerintem egy színésznő vagy művésznő, ezek ilyen lelkiismereti döntések, hogy jó, hát ez az ismerősöm, barátom, na hát majd lesz valami belőle, vagy miért ne tehetném oda magam ott is. De azt gondolom, ez sokat változott az életemben, hogy igenis most már azt szeretem csinálni, amikor azt érzem, hogy ebben 100%-ig ott tudok lenni, 100%-ig olyan emberekkel, akiket imádok, akikért rajongok, akiknek jó a közelében lenni, és nem csak azt érzem, hogy jó, hát megcsináljuk, és majd hát egyszer csak egy eltelik a... Azért, igen, de... hogy azt gondolom, hogy meg kell tartani, de hát nyilván az ember minden szakmában erről álmodozik, hogy végig is valóra váljon, hogy elhelyezkedjen abban a szakmában, hogy a ranglétrán aztán minél feljebb jusson, és aztán valószínűleg ez az érettség is hozzátartozik, hogy egy idő után megérezze azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos, és azt gondolom, hogy most már azért látom én is, hogy amúgy marha fontos a családdal lenni, a szerettekkel lenni, a barátokra időt szakítani, és nem minden az előrejutás. Nekem te a szó klasszikus formájában vagy művész, mert ugye zenész vagy, színész vagy, műsorvezető vagy, láttunk színpadon, láttunk filmen, most ugye hál' Istennek itt Nyíregyházán is látunk a színpadon, ami meg tényleg egy különleges dolog lesz, ugye, mert itt aztán a szeretteid körében vagy abszolút, úgyhogy ez tényleg egy olyan terület, ahol a talentumnak nagyon sok oldalát megcsillogtathatod. Nem is kell választani, hogy most mi az, ami a legközelebb van hozzá. Nyilván a zene az egy központi dolog, hiszen az átjárja minden porcikádat, de hogy azért beleugrottál olyan dolgokba is, ami mondjuk gondolok itt a műsorvezetésre. Mert gyakorlatilag csak erről szól az életem, hogy beleugrok dolgokba. Tehát végül is a Megaszára gondolok, amiben elkezdtem az egészet, ott is, és beleugrottam a mély vízbe, és
csinálni, és ennek sikerült fennmaradnom a felszínen. És aztán mindig castingra jártam, jött a Madách Színház, a Szolnoki Színház, aztán ugye a színház beköltözött az életembe, a zenekar, aztán jött a műsorvezetés, most Bogival egy vendéglátóhelyet nyitottunk, tehát mindig vannak új kihívások, amik szeretek elébe menni, de azt gondolom, hogy ez azért van, mert rengeteg ötlete van az embernek, és kell is az a rengeteg ötlet, mert abból csak amúgy csak egy fog megvalósulni a tízből, én ezt tapasztaltam. De hogyha nem mered, nem vagy elég bátorozni, meghozni döntéseket, akkor sohasem fogod megízlelni annak az ízét, amikor igazán siker van, amikor valamit elért, és egyébként, ha már beszélgetünk erről, például ezt nagyon fontosnak tartom, és hogy beszélgetni fiatalokkal, mert én sokszor azt érzem, és valószínűleg a social media miatt, hogy csak sikeres képeket látnak, hogy elfelejtik, hogy mögötte mennyi munka van, és sokszor, amikor fiatalokkal dolgozom együtt, 10-20 évesekkel, akkor azt látom, hogy nagyon gyorsan feladnak dolgokat. Hogy jön egy akadály, és azt mondják, hogy ám, ez nem az én pályám, majd megpróbálom valahogy máshol. És szerintem ez az, amiről egyébként beszélgetni kell, és talán amire az én pályám egyelőre példát tud mutatni, hogy jöttek akadályok, jöttek kudarcok, jöttek, amiket tudom, hogy nem voltak sikerek, és igenis arcul csapott az élet benne, de azt gondolom, hogy nem adom fel, és megvizsgálom, mi az, amit rosszul csináltam benne. És szerintem ez egy fontos dolog, hogy mindig azt néztem, hogy mi az, amit rosszul csináltam együtt, mert fejlődnöm kell. És vezetés is, igen, hogy amikor egyszer csak belefetettem magam, hát azt sem tudtam, mit kell csinálni, és nem is sikerült túl jól, de aztán elkezdtem tapasztalni, visszanézni magam, és arra gondolni, hogy mi az, amit tudok javítani. Mi az, ami persze ösztönből jött, de mi az, amit kell, és egyébként ezért jó ez az előadás is, amellett, hogy apával együtt játszunk, és először történik ez az életünkben, hogy egy színpadon, amikor egy darabban szerepelünk, hogy amúgy rengeteget tanulok tőle, és látom rajta, hogy amúgy milyen büszkén adja át a tudását, és ezért én is nagyon türelmes vagyok, és csak hallgatjuk egymást. Ez nagyon jó egyébként, hogy pont ide lyukadtunk ki, mert arra gondoltam, ugye, hogy apukád, aki szintén művész, színész, és ismerjük Nyíregyházán, ugye Puskás Tivadart évtizedek óta, édesanyád is színésznő, apád viszont mondhatjuk azt, hogy azért az egyik legnagyobb kritikusod, és mégis szeretettel teszi ezt. Tehát valahol az a minta, az apai minta jelenik meg a te mentorságodban, vagy abban, hogy például kis gyerekeket tanítasz zenélni. Egyébként mire gondoltál, hogy azt mondják, hogy inkább feladom, amikor a tehetségkutatóban állsz velük szembe, vagy mondjuk akiket zenélni tanítasz, és ők rólukon beszéltél itt az előbb. Igen, hogy az, arról beszélek, hogy de mondjuk apa is, amit mondtál, hogy erre tanítottam úgy, hogy amikor nem megy, akkor is kell csinálni, hogy akkor is meg kell próbálni, és hogy higgyem el, hogy a türelemmel egyszer csak az meg fog történni, amire én vágyom. És erre gondolok, hogy sajnos ezt tapasztalom sokszor, akár az X-faktorról beszélünk, és ezért vagyunk, és ezért fontos a mentorság egyébként, és ezért különleges az X-faktor, hogy kitalálta ez, hogy mentorkodás, hogy nem csak szombaton bemész és mondasz pár kritikát, hanem ott van egy egész héten, és megpróbált kijavítani a kritikát. Egyrészt rengeteg lelki erő kell, amikor egyik pillanatra a másikra fiatal emberek bekerülnek így a középpontba, népszerűek lesznek, és mindenki megfogalmaz valamit róluk, óriási teher. Másrészt meg az, hogy egyik napról a másikra profivá kell válni, mert az amatőr azért amatőr, mert egyszer valamiért jó tud lenni, de nem tudja megismételni nekünk. Az a dolgunk, hogy abban a pár hétben őket végig odáig felhozzuk, hogy ők igenis azt a varázslatot, amiért bekerültek a műsorba, azt minden héten meg tudjuk ismételni, sőt, gazdagítani tudjuk. És ez egy nagyon nehéz szerep, és pont amiatt, mert néha azt látom, hogy nagyon nehezen birkóznak meg az akadályokkal, és nagyon nehezen, nyilván hát óriási stressz alatt vannak szerintem a mai fiatalok, óriási az elválás a szülők részéről, a világ részéről, a social felületek részéről, az iskola részéről, amikor a füri zenetérben látom, hogy pici gyerekek bejönnek, és nagyobb a táskájuk még ő maguk, akkor azt látom, hogy amúgy megértem, hogy néha azt érzik, hogy miért tanulok ennyi mindent, amikor valahogy mégse vagyok úgy elégedett, boldog, hogy mindig valami új cél van. Én szerintem ez az, amiben nekünk segítenünk kell, és a füri zenetér is ezért ingyenes, ezért kötetlen az egész, mert azt hiszem, hogy gyertek el, zenéljünk együtt, aztán igazából csak a öröm miatt csináljuk. Azt, hogy most lesz-e belőle énekes, vagy nem, az nem érdekel minket. Az a lényeg, hogy közösségben legyünk, és néha azért csináljuk dolgokat, mert megtörténik, és hagyjuk, hogy megtörténjen, és kielvezzük annak a pillanatát. Tulajdonképpen ez történik veled is valahol, hogyha nézem, és megvan az eredménye. Tehát nem csak úgy csináljuk, mert egyébként jó, és nyilvánvalóan nagy öröm, de hát azért mégiscsak megvan az eredménye, hiszen így a 30-as éveit közepén tényleg most már azt mondhatjuk, hogy ott a siker, tehát megdolgoztál érte. Köszönöm. Igen.
nagyon fogy az időnk, tök jó, hogy ilyen gyorsan beszélsz, mert legalább jó sok témát érintettünk. Színpadon apa mindig rám szól, hogy ne hadarjak, hogy felejtsem el a hadarást. Nos, színpadon. Itt a Napsugárfiúkban akkor mi lesz a felállás, apa is közted? Hát óriási siker lesz, én biztos vagyok benne, és már tényleg olyan furcsa, hogy egy hét múlva itt a premier, és hogy így elment ez az időszak, ami egyébként fantasztikus időszak volt itt lent lenni Nyíregyházán, látni azt, hogy hogyan... Sok mindent csináltál, azért nem csak próbáltál. Nem csak próbáltam, persze, volt rengeteg program, de azt látni, hogy tényleg amikor apával hogyan viselkednek, hogy hogyan szeretnek a közelében lenni, hogy hogyan beszélnek, hogy hogyan hallgatják őt, hogy hogyan hallgatják valószínűleg már azokat a sztorikat, amit elmesélt már 10 évvel ezelőtt is, és igen, már most olyan izgatottságban vagyok, hogy fú, milyen lesz majd ott állni a színpadon, amikor vége az előadásnak, kijövünk, meghajlunk, és együtt ünnepeljük apának ezt a 46 évét, amit a pályán eltöltött, és hát 20 évet, amit itt Nyíregyházán, és fú, már én bevallom, előre meg vagyok hatódva. És, ez és... egy nagyon szép dolog, hogy ennek a részese lehet. Hát nagyon, és erre gondolok, állapot. Hogy milyen szerencsés vagyok, hogy végülis itt lehetek ennél, hogy érdekes, hogy eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy együtt szerepeljünk apával, miközben annyira azt gondolom kézenfekvő, de most már így akarta az élet, és így a legszebb az egészben, hogy az utolsó premierjén én vagyok a partnere benne, és Lackóval, hogy ők is, akik rengeteg páros előadást játszottak, hogy Bogi itt van, a mennyasszonyom, hogy hát fú, hát, én arra gondolok, hogy ez, hát arra gondolok, hogy az anyukám milyen év, hogy lent fog ülni a nézőtéren, és hogy fog izgulni, másrészt meg hogy meglep. Egy szerepet azért találhattatok volna. Képzeld el, anyukám 40 évvel ezelőtt, amit Bogi játszott, ő ezt játszotta, színművészeti főiskola gyakornokként a Madách Színházban, van is róla a kép, úgyhogy egyébként meg egészen érdekes, nagyon hogy fura. Hogyan összeér ez a szál. Hát én szívből gratulálok, édesapádat puszilom. Átadom. És remélem, hogy óriási fergeteges siker. Köszönöm, hát várunk titeket, úgyhogy. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt én voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, jó hír, idén is lesz Bring a Piknik, egy kis kert csináló, kint nézzük meg, hogy milyen volt a tavalyi rendezvény. Let's start it up, let's shout it out, let's hit the roof, let's shake the house, we hit the floor, hands touch the sky, heads up and down, no one's asking why.
Ha ettől nem kaptak volna kedvet a rendezvényhez, akkor a következő percekben beszélgetünk is a Bringa Piknikről. Vendégünk Juhász Miklós főszervező. Szia, Morsi! Üdvözöllek, szervusz, és köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Rutinos nyilatkozó és rutinos szervező vagy, már ami a Bringa Pikniket illeti, és hát sok más egyéb rendezvényt is, de úgy gondolom, hogy ez a rendezvény már bizonyított. Kell-e valamit változtatni, hogy érzitek? Az igazság az, hogy a régi hagyományos útvonalon megyünk végig, ha már csak Nyíregyházát és Tokajt tekintjük természetesen, de hát ez a szervezésre is abszolút igaz. A jól megszokott elemeket mindenféleképpen alkalmazzuk, tehát a start előtt úgy, ahogy már megszokta Nyíregyháza közönsége, kerékpáros társadalma, gyakorlatilag lesz a Bike Safe regisztráció. Erre azért minden kedves kerékpáros tulajdonos figyelmét azért szeretném felhívni, hogy célszerű a kerékpárunkat a rendőrség által létrehozott adatbázisban rögzíteni, mert azért nagyon sok eltulajdonítót félre tudunk seperni a kerékpárunktól, és háttérbe tudjuk őket szorítani. Ráadásul de hát ez egy abszolút ingyenes dolog, tehát ugye nem kell ezért fizetni, nem olyan, mint egy biztosítás, de igazándiból mégiscsak egy biztosítás valahol. Így van. Egy kicsit megnyugtató érzés a számunkra, hogy valamilyen szinten idézőjelben biztosítva van a kerékpárunk. És hát a jól megszokott programoktól egy picikét eltérően azért a Kossuth téren lesz egy veterán motorbicikli, motorkerékpárokat bemutató, felsorokoztató magángyűjtemény. Egy nagyon szép panóniákat felsorakoztató gyűjtemény lesz, 1957-es, 59-es oldalkocsis motorkerékpárokat lehet majd megcsodálni. Por Ferenc magángyűjtő úrnak a gyűjteményét lehet szemügyre venni. És hát természetesen ott szelfiket készíteni, fotókat is lehet a kis antik motorkerékpároknál elkészíteni, és nyilvánvalóan itt a színpadon még a start előtt kerül átadásra az az ajándékkerékpár, amelyet a legaktívabb Facebook rajongóinknak fogunk majd átadni. Ebben most még becsatlakozhatnak? Abszolút. Van még esély? Mit Abszolút, kell persze. csinálni akkor, hogy megnyerhessék ezt a kerékpárt? Hát meg kell osztani a Bringa Pikniknek a rendezvény oldalát, és akkor már effektíven regisztrált. Így az ajándéksorsoláson a kedves Facebookoló, és gyakorlatilag ennyi a teendője. És ott, utána lenni, pedig izgulni. Ott lenni reggel, ugye? Így van. Már esetleg mondjuk ezzel a kerékpárral elinduljon Tokajba. Hát mert annak kifejezetten tudunk örülni, hogyha azzal a kerékpárral fog letekerni egészen Tokajig. A start egy kicsit rendhagyó módon, 9.34-kor lesz. Tavalyi esztendőben volt az, amikor nem óra egészkor rajtoltattunk, hanem ilyen tört időpontokban. És ez a 34-4 perccel fél tíz után gyakorlatilag ezt szimbolizálja, hogy már a negyedik Bringa Piknik. Ó, ez eszembe se jutott, de nagyon-nagyon kreatív. Egyébként az, hogy akár egy olyan kerékpárral is elindulhat, amit abban a pillanatban nyert meg, az tényleg nem vicc, mert ugye ott vannak a Bringasziget munkatársai, és méretre állítják, beolajozzák bármi, tehát hogy tényleg parti vagy menetképes legyen a kerékpár. Nos, akkor 9.34-kor indul ugye a végül is a boly, vagy nem is tudom, hogy nevezzük. Hát a start, a közösségi kerékpározás, hisz ez nem sport, hanem együtt közös örömünkre tekerünk le Tokajig, és nyilvánvalóan közt a jól megszokott két megállóhely, Nyírteleknél a közösségi háznál, és Rakamazon pedig a Nagy Békánál vár minden kedves részvevőt egy kis frissítő, pogácsa, gyümölcs és ásványvíz, hogy az elvesztett energiákat egy kicsit pótolni tudjuk, ott felfrissítjük magunkat, és akkor megint egy 10-12 kilométeres távot teszünk. A végén pedig Tokaj Fesztivál Katlan a cél. Mi történik a Fesztivál Katlanban, miután begurulnak a nem mérges, hanem egy picit talán már addigra fáradt résztvevők? Hát mindenkinek szeretnénk átadni a kerékpár táv teljesítéséhez szolgáló ajándékot, nevezhetjük ezt éremnek is, vagy passznak, bárminek hívhatjuk, de ami a lényege, hogy ennek későbbiek folyamán még lesz jelentősége, hisz aki azt az alternatívát választja, hogy ő hazafelé is kerékpáron teszi meg, akkor már a Tokaj-Nyíregyháza távot, akkor Nyírteleknél meg tud állni, és egy kis fagyipartira fogjuk invitálni, amely jelentős kedvezményt fog majd neki szolgálni a passzon lévő dokumentáció, és ott a nyírteleki fagyizónál tudja igénybe venni ezt a kedvezményt. Ez szuper, mert ahogy szoktuk látni, bizony nagyon sokan megállnak, akik kerékpárral indulnak visszafelé. Ugye hát nem titok, hogy én is minden évben ott vagyok ezen a rendezvényen műsorvezetőként, bár egyszer azért tényleg le kellene tekerni egészen Tokajig.
És azért látjuk, hogy nagyon-nagyon széles a, gyakorlatilag a résztvevők köre, tehát korra és nemre való tekintettel. Volt már 4 éves, azt hiszem, vagy 4,5 a legkisebb, aki valóban végig tekerte, és hát a legidősebb pedig 80 körüli volt, aki tandemmel jött, úgyhogy most is várjuk a különlegességeket, akár életkorban, akár pedig kerékpárban. Így van. Hát szenzációs tényleg a résztvevőknek az összetétele, akár életkor tekintve, akár pedig földrajzi elhelyezkedés tekintve, mert nem csak Nyíregyházáról érkeznek, hanem tényleg megyénkből, akkor Hajdú-Bihar megyéből is nagyon sok résztvevőnk van, és nagyon sok olyan vállalkozókedvű kerékpáros is van, aki Borsod-Abaúj Zemplén megyéből érkezik Hegyaljáról, és ő behozatja a kerékpárát Nyíregyházára, és megteszi a távot Nyíregyháza-Tokaj között kerékpárral. És persze az sem csorbít a történeten, hogyha valaki nem Nyíregyházáról indul, hanem esetleg mondjuk éppen Nyírtelekről, mert ott lakik és nem akar bejönni, persze mindenkit arra buzdítunk, hogy legyen ott a kezdetektől egészen ugye Tokaig és vissza, de semmi nincs kőbe vésve, úgyhogy mindenféle megoldás szerintem jó, hogyha együtt lehetünk végre, ugye jó időben, ráadásul az időjárás is nagyszerűnek ígérkezik, legalábbis én úgy láttam a meteorológián. Nagyon bízunk benne, hogy úgy lesz, mert ez most már ez a május meg az április, ez több, mint szeszélyes. Enyhén szólva hűvöske volt mind a két hónap. Ez már egy klassz nyár lesz, és kerékpáron egyébként még a legnagyobb kánikula is elviselhető, úgyhogy köszönjük szépen, Morsi, találkozunk tehát jövő héten szombaton reggel 8 óra körül a Kossuth téren. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a víkend zárásaként látogassunk el most a Sóstói Múzeumfalukba, ahol a Barabási iskola várja a múzeum pedagógiai foglalkozásokkal a gyerekeket. A sóstói skanzen 1979-ben nyílt meg, 5 parasztportával, azóta folyamatosan fejlődik. Már a Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma lett. Egy igazából soha nem létezett falu mását mutatja be. A múzeumfalu egy 19. századi falusi környezetbe repít vissza, ahol megismerhetjük, hogyan éltek a szegény és középparasztok, a kisnemesek abban az időben, mivel foglalkoztak, mit ettek, milyen népszokásaik voltak. Végig lehet sétálni a műhely soron, be lehet sétálni a központban lévő fakazettás templomba, és egy régi iskola padjaiba is be lehet ülni. Ez nem csak egy épület, az osztályterem egy egész iskola történeti kiállítás. A 19. század végi tornácos rindejtetős épület egyik tanternében eredeti enteriőrberendezés mutatja be a két világháború közötti falusi református elemi népiskolai állapotokat, míg a másik tanterem tablóin és tárolóiban elhelyezkedett dokumentumok, tárgyak, szemléltető taneszközök segítségével felidézhetők a 19. század végétől az 1960-as évekig az oktatás politika fővonásai. A különböző felekezetek iskolái számára készült tankönyvek, füzetek, értesítőkönyvecskék, osztálynaplók és bizonyítványok segítik az eligazodást a tanulók hétköznapjaiban, és teszik érthetőbbé az egykori oktatás menetét és módszereit. Ez pedig jó terep az élményalapú oktatásra, hiszen a gyerekek sokkal könnyebben megtanulják azt, amit látnak és megtapasztalnak. A hon és népismereti tanórához kapcsolódva lehetőséget tudunk biztosítani egy-egy osztály számára, hogy a Barabási Népi Elemi Iskolánk osztálytermében egy tanítási órát megtartsunk. Ez a Barabási Elemi Népi Iskola két osztályteremmel rendelkezik, ahol külön osztályteremben tanultak a fiúk, és külön osztályteremben tanultak a lányok. Egy osztályteremben közel 30-40 fő tudott leülni és tanulni együtt. Különböző korosztályú gyerekek gyűltek össze egy tanár vezetése alatt.
a 6 évesektől a 12 évesek együtt tanulnak. A legkisebbek ültek a kisebb padokba, a nagyobbak pedig a nagyobb padokba. A nagyobb padokba 3 gyermeket ültetett le a tanár úr. Minden osztályteremben fenntartottak egy padot hátul, egy hosszabbat, egy elkülönített padot, amiben azok a gyerekek ültek, akik vagy lemaradtak a tanyanakban, és fel kellett őket zárkóztatni, vagy fegyelmezetlenek voltak, és egy kicsit ki kellett ültetni őket hátra gondolkodni. Ezt a padot nevezték szamárpadnak. Palatáblára palavesszőrel írtak, füzetbe, az irkába pedig pennával, tintatollal. Minden tanórát egy tanteremben tartottak, minden tanórát egy tanár úr tartotta, ez nagyon nagy koncentrálást igényelt, hiszen differentáltan kellett oktatni, a kicsiket írni, olvasni, számolni, a nagyobbak pedig már önállóan kellett, hogy feldolgozzanak egy-egy tananyagot. A falakon szemléltető eszközöket lehet látni, történelemhez, a környezet ismerethez, a biológiához kapcsolódó eszközöket, szemléltető eszközöket lehet látni. Írássegítő tábla a hátam mögött, ami a betűk formálásában segített. Van egy golyós számoló, ami a számtan elsajátítását könnyítette meg, és az elkülönített katedra, ahol a tanár tartózkodott. Oda már csak nagyon extra esetben léphetett fel a gyermek. Az volt a tanár úrnak a szentélye. Fegyelmezést alkalmazott a tanár, több eszköz állt rendelkezésére, a szamárpadon túl, a nátpálca, a favonalzó, a sarokban leszort kukoricaszemek, ez mind-mind segítette a fegyelmet fenntartani. Kedves nézőink, a víkend ezzel véget ért. Ha tehetik, bringázzanak, fotózzanak és menjenek színházba, na és persze vigyázzanak magukra. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!